2008-ban egy nagyon jó barátom felkért, hogy vezényeljem le az esküvőjét. És akkor arra gondoltam, hogy ha csinálok valamit, akkor azt csináljuk profin. Elmentem akkor egy 2008-ban már 7 éve aktívan ceremóniamesterként tevékenykedő emberhez, úgy hívták, hogy Gyuris Attila, és kaptam tőle egy másfél órás gyors talpalót, hogy mégis esküvőt hogy kell levezényelni ceremóniamesterként. Annyira jól sikerült az esküvő, hogy utána felhívtam őt telefonon, és megköszöntem a segítségét, és Attila meg annyira belelkesült ettől, hogy elkezdett ajánlani olyan időpontokra, amikor ő már nem ért rá. Aztán megcsináltam a weboldalamat, rendigábor.hu. Szerintem a helyszín az egyik legfontosabb dolog, mert ugyanis amíg nincs helyszín meg időpont, addig azt szoktam mondani, hogy esküvő sincs. Tehát minden pár a helyszín és az időpont megkeresésével kezdi a készülődést, és utána erre épül minden rá. Tehát nagyon fontos, az egyik legfontosabb tényezője az esküvőnek. Évek óta keresem az álom helyszínt, és lehet, hogy meg is találtam. A Prónai kastélyt több szempontból tartom egy nagyon-nagyon-nagyon jó és különleges helyszínnek. Egyrészt egy órán belül ide lehet érkezni kocsival, és ahogy néztem, az M2-es autópályán egész kellemes ez az utazás, csak utána kell egy kicsit falvakon keresztül jönni. Tehát nagyon gyorsan megközelíthető. Szállás is van, úgy tudom, tehát itt el lehet szállásolni a vendégeket, és ez azért nagyon fontos, mert mostában az esküvők 3-4, hajnali 3-4 óráig is tartanak. Aztán itt van ez a gyönyörű természet, ezzel a gyönyörű tóval, amelynek a közepén már majdnem szív alakú a szigetecske, ugye ez nagyon fontos egy esküvő szempontjából, tehát meg lehet tartani itt a polgári szertartást, akár egyházit is, kint a szabad ég alatt, ami egyre divatosabb a párok között. Aztán, ha egy picit arrébb megyünk, látjuk ezt a gyönyörű történelmi épületet, ami kívül-belül nagyon szép, elegáns. Ezen az oldalon találtunk lépcsőt, ahol fotózkodni lehet, a túloldalon pedig egy kis udvarkát, vagy egy belső udvart, ahol pedig bármilyen fogadást meg lehet tartani. Na de most, van ez az új rendezvényterem, ami nekem szívem csücske, mert hogyha a pár nem úgy dönt, hogy sátort állít, hanem mondjuk bemennének egy szép terembe, akkor ott, ha jól számoltam, a múltkor 150 ember is elfér, tehát majdnem szerintem megtaláltam a tökéletes helyszínt.